Jó estét kívánok! Mai adásunk fontos és elsődleges témája a triatlon, méghozzá természetesen az Alba Triatlon Sportegyesület kapcsán. És többek között annak apropóján, mert hogy talán önök is emlékeznek rá, már csak azért is, mert érintett volt egy ifjú fehérvári a sikerekben, az U23-as Triatlon Európa-bajnokságon, amely a velencei tavon került megrendezésre, illetve Velencén bronzérmet szerzett Dévai Márk, aki nem egyedül érkezett a stúdióba, hanem edzőjével, édesapjával, Dévai Lászlóval. Köszöntelek benneteket a stúdióban. Köszönjük. Mi is üdvözlök a nézőket. Köszönjük a nézőket. Márk, ha már ezzel a bronzéremmel, ezzel a velencei sikerrel kezdtem, akkor mesélj, mennyire dolgoztad, vagy sikerült feldolgozni ezt a sikert, ha bár azért nem új keletű a te életedben az, hogy felállhatsz a dobogóra. Nem voltak egyszerűek a körülmények, óriási volt a hőség, változtattak a verseny metódusán. Igen, ugye ez eredetileg olimpiai távú verseny lett volna, mert már az 23-asoknak ez a táv van, azaz 1500 méter úszás, 40 km kerékpár és 10 futás, és ezt lefelezték sprinttávra a hőség miatt, mert hiszem, hogy 41 fok volt, és a víz is 31 fokos volt, körülbelül, elég meleg volt az is, úgyhogy úgy döntöttek az Európai Triatlon Szövetség és a rendezők együtt, hogy a versenyzők épsége miatt lefelezik a távot. De igazából nekem mindegy volt, mert ha az olimpiai távra készül valaki, akkor utána egy sprinttávot megcsinálni nem nehezebb, gyorsabbnak kell lenni, de ez nem okoz gondot. Én nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy Velencén lesz. Uh-huh. Elég sokat járunk ki a túra úszni, oda szoktunk menni minden egyes nyíltvízi edzésre. A kerékpáros pályát próbáltuk minél hamarabb memorizálni. Elkértük a pályarajzot, a tervezetet, és kimentem oda edzeni, és szerintem mire jött a verseny, addigra egy olyan 100-120 km tekertem előtte csak a kerékpáros pályán, hogy biztosan minden egyes kanyar berögzüljön, és minden egyes szakasz. Úgyhogy ez mindenképpen sok előnyt jelentett nekem. A mezőny erős volt, de szerencsére sikerült elől elmennünk egy páran a kerékpár során, és azt hiszem, hogy öten voltunk, és abból sikerült háromba bejönni, ami óriási eredmény nekem, és nagyon örültem neki, és mind nagyon örülök. Ugye most már hazai pályának tekinted a Velencét, illetve Székesfehérvárt is, habár ugye egy-két évvel ezelőtt még azért új arcnak számítottál itt Fehérváron. Igen, két éve költöztünk ide, de nekem nagyon megtetszett a város és a környező részei, mint például hát végül is nevezhetem ezeket is hegyeknek itt a környéken, amiken lehet jó kerékpáros edzéseket csinálni, mert nagyon fontos, nagyon sokat segít, nagyon sokat fejleszt, úgyhogy minden egyes edzést próbálok minél hegyesebb útvonalakon csinálni, és már a tavalyi évből is, meg már azelőttől is nagyon sokat fejlődtem, mind kerékpáron, meg mindenben is természetesen, meg az egész város, a városban megvan minden lehetőség a jó sporthoz. Az edző, az édesapa, hogy élte meg ezt a bronzérmet? Fú, hát hatalmas nagy öröm volt. Igazándiból, miután volt szerencsém apaként is, edzőként vagy van szerencsém még most is a gyermekémmel foglalkozni, Márk úszóként kezdte a pályafutását, illetve én nagyon szerettem volna, hogyha úszóversenyző lesz, ez ilyen 4-5 éves korára datálódik, tehát gyakorlatilag onnantól kezdve foglalkozok vele, úgyhogy azért ebben nem kevés munka van ebben az eredményben. Én tudom meg, hát megéltem, mert megtapasztaltuk együtt, hogy mennyit dolgoztunk érte, és mennyi áldozatot hoztunk ezért. De most úgy néz ki, hogy lassan kezd beérni a gyümölcsenek a rengeteg munkának és áldozatnak, és ez egy hatalmas öröm, hogy akkor látjuk, hogy megérte. Milyen nehézségei vannak ennek a kettős kapcsolatnak, edző-versenyző,
apa és fia, ha egyáltalán van? Nagyon sokan feltették nekem ezt a kérdést, most már azért kevesebben, és azt gondolom, hogy azért kevesebben, mert láthatjuk azt, hogy világversenyeken, olimpiákon nem egyedüli eset az, hogy szülőedző ott vannak az olimpián, és dobogós a gyermek, és együtt dolgoznak, és működőképes a történet. Egy 4-5 évvel ezelőtt azért nagyon kaptam ezzel kapcsolatban a kérdéseket, hogy de hát ez így nem fog működni, meg ez így nem lesz jó, és ez így nem lehet, és ez lehetetlen. Én azt gondolom, hogy lehetséges, nagyon sok előnye van, több előnye van, mint hátránya. Hátránya az szokott lenni, amikor egy edzésen túl vagyunk, és esetleg valamiféle nézeteltérés van közöttünk az edzéssel kapcsolatban, és aztán ezt utána nehéz levetkőzni, miután vége az edzésnek. Tehát hazavisszük, eltelik egy edzés után egy óra, kettő, és akkor újra feljön a téma, hogy de ez volt, de az volt, és akkor ez a nehézsége egyébként a dolognak, de a pozitívuma mindenféleképpen több. Én azt gondolom, hogy az edző, aki szülő is egyben, sokkal jobban nyomon tudja követni a sportolójának, gyermekének a napi ritmusát, a napi bioritmusát. Hogy aludt az éjszaka, reggel egyből meg tudom kérdezni, fáj-e valami, van-e izomláza. Ha hazajön az iskolából, akkor tudom, hogy most három tantályból írtunk dolgozatot, elfáradtam, nem fog úgy menni, jót ettél-e, minden, tehát folyamatosan... Teljes kontroll van, így van, és ehhez hiába írom meg az edzéstervet előre, ezen akkor rugalmasan lehet változtatni, hogy akkor most lehet, hogy már ezt terveztem, vagy már ezt csinálnánk, de hogyha nem jól aludt, és a nyugalmi pózusa reggel magasabb volt, mint amit eddig, akkor nem ezt csináljuk, hanem áthúzom az egészet, és akkor egy lazább edzést írok ki arra napra. Tehát sokkal jobb a kontroll. Még egy edző, aki a versenyzőjével csak az edzéseken találkozik, és esetleg nem terjed ki a figyelme ezekre a dolgokra, nem kérdezi meg, mi volt az iskolában, hogy aludtál, mert azért ez nem mindig történik meg, különösen akkor nem, hogyha nagyobb csoportokról van szó, tehát több sportolóval kéne ezt a dialógust megejteni minden nap. Ott azért ezek fölött könnyebb elsiklani, és abból azért lehetnek hosszú távon problémák. Vannak olyan tulajdonságok, amiben nagyon különböztök? Átadnám a szót. Jó kérdés. Hát... Tényleg jó kérdés, nem tudom, most így nem jut most így eszembe semmi. Vagy nem mersz. Nem. Hát akkor, de hát nyilván sok dologban. Hát néha esetleg tényleg annyi fordulhat elő, hogyha van egy edzésen, le van írva a feladat, vagy el van mondva már ott a helyszínen, akkor nekem mondjuk más jut eszembe, hogy én inkább most ezt csinálnám. De nem, mert ezt kell csinálni, mert ekkor van a verseny, ilyen meg ilyen jellegű, ez kell. És akkor én megmondom, hogy de nem, mert szerintem ez. Például most tegyünk fel egy úszóedzést, amin mondjuk olyan sorozat van, mert ugyan a hét is, hogy most 100 méterket kell úszni, de nekem most 200-hoz van kedvem, de utána úgyis megbeszéljük, és akkor azt úszok, amelyik jobb lesz. Akkor konstruktivitás van és együttműködés. Azt azért a rendkedvéért elmondom, ugye elhangzott ugye talán a tesó, és aki ugye zsombor, és szintén ugye triatlonzik. A Márk pedig, ha még nem említettem volna, 21 esztendős, és hát nagy álma gyakorlatilag az olimpiai szereplés Tokióban, erről is szótejtünk még. Mennyire volt jelentős a fejlődése Márknak mondjuk az utóbbi időben, vagy mennyire volt egyenletes az ő fejlődése a pályafutása során? A triatlon egy elég összetett sportág. Nagyon oda kell figyelni, hogy melyik életkorban mit terhelünk, hogyan és melyik sportággal, miután három rész sportágról beszélünk. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsésen alakult az, hogy úszóként kezdett, és ott az úszás alapok le voltak fektetve. Amikor kiderült, vagy ráéreztünk, vagy bejött a képbe az, hogy triatlon, akkor onnantól kezdve szisztematikusan évről évre van a terhelés adagolva. Tehát soha nem csinálunk olyat, és nem csinálok olyat, hogy nem veszem figyelembe az elmúlt évek terheléseit. Tehát mindig előveszem a tavalyi évet és a tavaly előtti évet, és ahhoz képest építem fel a következőt. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan úton járunk, aminek a végéig még van
remélem elég sok, tehát van fejlődési lehetőség, van benne távlat, de már az látható, hogy ez a szisztematikus évről évre való felépítés, ez jó úton haladunk és hozza az eredményeket. Volt valamiféle fordulópont a pályafutásodban, vagy egy olyan pont, amikor testben, lélekben úgy összeértél? Tehát ugye gyakorlatilag már az első világkupádon döntőbe jutottál, szóval azért hamar jöttek a sikerek, de emlékszel olyan pontra, amikor átlendültél a határaidon? Igen, ugye hát tavaly volt az első világkupám, a tiszaovási világkupa, ott ugye ez a rendszer van, hogy elődöntő és döntő, és igazából az úszásomnak nagy részben köszönhetem azt, hogy bejutottam, mert ott egy olyan elődöntőt sikerült kifogni, ahol volt rajtam kívül még körülbelül 4 jó úszó, és így az úszáson szerzett erőnyt bringán is tartottuk, meg futáson is, és nagyon örültem a döntőbe jutásnak, idén már más volt, de itt is sikerült. Hát igazából olyan pont volt, amikor esetleg hátráltató pont lehetett, körülbelül 4,5 éve már volt egy nagyobb és egy komolyabb sérülésem, egy fáradásos törésem, még akkor nem egész évben dolgoztam apával, csak az úszáson, és utána, miután abból visszajöttem, utána kezdtünk el együtt dolgozni, és onnastól kezdve kezdtek összejönni a dolgok, és már a következő évben, akkor még junior voltam, fiatalabbik junior, akkor már sikerült Európa-kupákon dobogó közeredményeket elérnem, és onnastól haladtunk tovább. És mit törött el? A lábfejemben volt egy csont, valószínűleg a téli alapozás során túlterhelés miatt elrecsent, és amiatt ki kellett hagynom 2 hónapot, és utána kezdtük újból hát már a szezon elején. Ha már említetted az úszást, én azt olvastam rólad, hogy jellegzetes úszó stílusod van. Ez mit takar? Fordulok a edzőhöz is, az édesapához. Hát, hogy ezt mozgásra kéne lebontanom, az most elég hosszadalmas és körülményes lenne. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy amire azt mondjuk, hogy egy tökéletes úszó technika, azért ez ettől az ő stílusa az eltér. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy a nyíltvizes úszás az egy teljesen más történet, mint a merencés úszás. A merencés úszás az lehet azt mondani, hogy laboratóriumi körülmények között úszik az úszó. Tehát van egy sáv, van egy gyönyörű, szép, tiszta álló vízfelület, megvannak a fordulók, ahol valamiféle pihenése lehetőség van, más az összetétel a víznek, más a sűrűsége a víznek, sokkal jobban körültekintőbben lehet mindenre figyelni. Még egy élővizes úszásnál azért van hullámzás, kisebb-nagyobb hullámok, mellette, hogyha ilyen tömegrajt van, vagy tömeges úszás van, mint a triatlon versenyeken is, azért ott csapkodnak jobbról, csapkodnak balról, egy-két füles is ott elcsattan, vagy egy-két könyökös is elcsattan, tehát nagyon sok mindenre kell figyelni, és tényleg azt mondhatom, hogy az úszó stílus az egyedi, de hál' Istennek élő vízben működik. Tehát az eredmények is ezt bizonyítják, hogy működik. Egyébként visszatérve az eredményekhez, ugye most ez elég sűrű volt ez a nyár a számodra, mert hogy az U23-as Európa-bajnokságon kívül itt volt még az Aquathlon Európa-bajnokság, ahol egyébként az U23-as mezőnyben Európa-bajnokként végeztél, a felnőtt mezőnyben pedig a 3. helyen végeztél, azért ez sem semmi. Szóval ez is mutatja, hogy azért számolni kell veled a világnak most már. Hát igen. Igen, az Aquathlon EB-t most idén beterveztük, mert hogy Pozsonyban volt, ami azért nem egy nagy távolság. És azon kívül az volt még a plusz benne, hogy van egy világ elit színvonalú szlovák triatlonos, a Richard Varga, akiről azt lehet tudni, hogy minden egyes nagy világsorozat versenyen ő jön ki elsőnek a vízből, és ugye neki az otthoni verseny volt, és ő is elindult. És az Aquathlonon úgy szokták csinálni, legalábbis többnyire, hogy az U23-at és az elitet egyszerre indítják, ezért lehetséges az, hogy egy U23-as is az elitben is fel tud állni a dobogóra, valamint beleszámít az elit
eredménylistába is. Úgyhogy azon a versenyen az úszáson csak arra koncentráltam, hogy a Vargával elússzak, egyszerűen meg is próbáltam megelőzni, de azért csak erősebb volt, egy másodperc volt a végén köztünk a különbség, amikor kijöttünk a vízbe, úgyhogy nem volt sok. Gyors depózás után a futópályára elsőnek mentem ki, úgyhogy akkor ott eléggé ledöbbent a tömeg, úgy hallani lehetett, hogy nagyon a Vargát éltetik, csak valaki már kiment a futópályára. De egyébként nagyon kemény verseny volt, nem gondolná az ember, hogy egy akvatlonon is, ugye nincs benne kerékpár, egyel kevesebb, úszás után csak futni kell egyet, de nagyon kemény verseny volt, de nagyon örültem az eredménynek, mind a kettőnek. És azért nem is olyan régen a Budapest menen, és azért elég komolyan letetted a névjegyedet, mert úgy végeztél a harmadik helyen, hogy csak két triatlon olimpikon előzött meg, ugye a fővárosban ezen a hosszú távú versenyen. Igen, hát ez olimpiai távú volt, annyi volt a különbség egy rendes ITU szabvány versenyhez, hogy nem bolyozós volt, ami nagyon sokat változtat rajta, mert igazából ez a harmadik olimpiai távon volt, amit eddig csináltam, úgyhogy abban még nem vagyok olyan jártas, mint mondjuk a sprintávban, amiből már rengeteget megcsináltam, és ez a nem bolyozós forma, ez nekem abszolút új volt, mármint úgy értve, hogy első alkalom, amikor ilyenen részt vettem, úgyhogy ott az úszást nyomtam, amennyire tudtam. Körülbelül egy perccel a második előtt jöttem ki a vízből, és utána a kerékpáron pedig próbáltam arra figyelni, hogy tartsak egy tempót, de azért az elejét ne lőjem el, próbáljam végigvinni, aztán legfeljebb a második felébe fokozni. Úgyhogy a két olimpikonunk, ők elég nagy tempó diktálva jöttek a kerékpáron, ott megelőztek. Tartottam magam ahhoz, hogy a második felén menjek inkább erősen, úgyhogy hát inkább egy ilyen 22 kilométert mentem a 40-ből, ami a második felébe, amit úgy igazán a maximumhoz közel, vagy a maximumon mentem. És utána a futáson pedig hát tartottam a pozíciómat. Egy kicsit hoztam körülbelül egy percet a másodikhoz futáson, de a helyet megtartottam, úgyhogy szerintem ez is nagyon jó verseny volt. És a következő nagy állomás szeptember 14 és 17-e között Rotterdam, gyakorlatilag az U23-as világbajnokság. Ez egyértelműen a szezon főversenye? Így van. Így van. Tehát az összes versenyt, ha tetszik, akkor felkészülési versenynek vehetjük. Természetesen az ott elért sikereknek is nagyon örülünk, és azok is nagyon kellenek a nemzetközi pontversenyhez, de egyértelműen a világbajnokság, a nagy finálé, az a végcél minden évben. És mi a célkitűzés? Van, vagy teher alatt nő a pálma, és van, vagy nincs? Hát én úgy gondolom, hogy nincs teher, mert ez a nagy finálé, ez a legnagyobb verseny, de az Európa-bajnokság dönt arról, hogy ki mehet a világbajnokságra. Úgyhogy elsősorban az volt, amire felkészültünk, hogy az biztosan rendben legyen, és hogyha az rendben lesz, akkor utána a világbajnokság lesz a fő cél. Hát a mostani eredményeimet nézve szerintem tudok jót elérni, azt nem mondom, hogy itt is dobogót, mert mégiscsak nagyobb színvonalú verseny lesz, de szeretnék a mondjuk 10-be bejönni, vagy 10 környékén. Az új rendben lenne most így. Még van 2 évem 23-asként, még mindig ezen kívül, úgyhogy még ott is lesz lehetőségem még jobb eredményeket elérni, de azért szeretnék most is egy jót összehozni. Hát kétség kívül dörömbölsz már az ajtón, sőt, hát most már azért némiképp be is rúgtad azért a felnőtt mezőnyben is. Úgyhogy felvetődik a kérdés, hogy az olimpia az mennyire tűnik közelinek. Nyilván ez az elsődleges cél, amint arra már korábban utaltam. Milyen út vezet Tokióig?
Hát izzadsággal és vérrel, verejtékkel teli. Úgyhogy nem lesz egyszerű, mindenféleképpen dolgozunk rajta. Én is azt tudnám mondani a VB-vel kapcsolatban, amit a Márk is említett, hogy én azt gondolom, hogy a tisztes helytállás a cél. Igazándiból ő még most az idén másodéves, a 23-as, és azt mondhatom, hogy azért sokan lesznek, akik valóban két évvel idősebbek nála, és ez a két év ez rengeteget számít. Tehát az edzés korban, nem a biológiai korban, hanem edzés korban, ez nagyon sokat számít. Két év alatt még azért nagyon sokat lehet ezen dolgozni. Úgyhogy talán, hogyha ilyen szépen tudunk továbbra is haladni, akkor azt gondolom, hogy a jövő év és inkább az utána következő év lesz, ami a 23-as VB-n próbálunk egy nagyobb eredményt elérni, de a végső cél az mindenféleképp természetesen az olimpia, ezért dolgozunk, mint ahogy többen is ő rajta kívül Magyarországon, tehát azért nem az van, hogy ketten esélyesek rá, és akkor ők ketten már valószínű, hogy tehát azért többen is ezen dolgoznak, mert többen is ki szeretnének jutni. A Rióban szereplő olimpikonjaink is terbe vették azt, hogy még Tokióba is el szeretnének indulni, úgyhogy ők is dolgoznak rajta, úgyhogy nem lesz egyszerű, de azon vagyunk, hogy összejöjjön. Mettől meddig lehet kiharcolni a kvalifikációt? Jövő évtől indul, és hát az, hogy pontosan mikor záródik, az... 2020 május. Májusban, igen. Tehát jövő év az már nagyon komoly lesz, és abban nagyon komolyan kell készülni. Onnantól. Még komolyabban. Márk nyilván ugye itt él most már egy ideje Fehérváron, az édesapjához hasonlóan, de még ugye Tiszaújváros igazolt versenyzője. Nyilván időkérdése és az Alba Triathlon kötelékébe lép. Mi kell ehhez? Igen, dolgozunk rajta, mindenféleképpen ez lenne a szerencsés, és én azt gondolom, hogy miután Székesfehér valóban a sportolók és a sportok városa, talán a város is örülne, hogyha még egy világszintű versenyzője lenne. Hát igazándiból ugye a rengeteg versenyzés az elég komoly anyagi hátteret igényel, utazások, szállások, egyebek, és hát ezt az anyagi háttérben a Magyar Triatlon Szövetség rengeteget segít, miután ő bekerült most a Tokió 2020 programba, ott egy külön támogatási rendszer van, ahol tényleg erőteljesen támogatják őt, de sajnos az a keret azért nem végtelen, úgyhogy nem volna hátrány, hogyha azt valamivel ki lehetne egészíteni, és hogyha ebben a város valamilyen szinten tudna segíteni, akkor azért az jó lenne, és az sokat lendítene az ügyön. Nyilván az, hogy itt Székesfehérváron készül egy feltörekvő versenyző, akinek egyre remekebb eredményei vannak, az hajtóerő az Alba Triathlon többi versenyzője számára is. Néhány hónappal ezelőtt ugye ebben a stúdióban beszélgettünk, azóta többen lettek? Igen, hál' Istennek. Így van. Volt egy nagyon jól sikerült nyári táborunk, 3 hetes nyári tábor, ahol nem csak a jelenleg nálunk sportoló gyermekek voltak, hanem újak is jöttek, és az újak közül azért már többen jelezték, hogy maradnak is, mert jól érezték magukat. Ez számszakilag annyit jelent, hogy 10-12 fővel már onnan nőtt a létszámunk, illetve most úgy néz ki, hogy hamarosan két nagyon jó hölgy szakemberrel bővül a csapat, két úszásoktató úszóedző hölgyel, akiknek már, ha lehet így fogalmazni, akkor kiterjedt gyermek ügyfélköre van, és régóta foglalkoznak már úszásoktatással, és nagy valószínűséggel őtőlük is fog majd beintegrálódni egy jó pár gyermek, ami azt jelenti, hogy szerintem egy ilyen 20-25 fős növekedés ahhoz képest, amiről a múltkor még beszélgettünk. És az eredmények? Az eredményeket szállítják? Dolgozunk rajta. Nem egyszerű, mert azért mégis 3 sportban kell a gyerekeket úgy felkészíteni, hogy majdnem mind a 3-ban top formát mutassanak. Ők most kezdték el, tehát sokan még most tanultak meg például úszni egy fél évvel, maximum egy évvel ezelőtt. Tehát azért ez nem egy egyszerű dolog, és azokkal a hasonló korú sportolókkal versenyeznek, akik már 4-5 éve ezt a triatlont űzik. Tehát mondjuk már óvodáskorban megtanultak úszni, és beiratkoztak egy triatlon szakosztályba, és onnantól kezdve készítik őket. Tehát azért ehhez képest mi nagyon fiatalok vagyunk, de én azt gondolom, hogy jó úton járunk, és hamarosan ott is be fog érni a gyümölcs a munkának. Azért sok helyen dolgoztál edzőként, Risto Vévából olimpiai bajnokot csináltál.
Ez mennyire van ott a top 3-ban a szakmai kihívások között összerakni egy Fehérvári Triatlon Egyesületet? Hát hatalmas kihívás. Tehát ott van a top 3-ban. Így van. Maximálisan ott van. Azért egy egyesületet a majdnem nulláról felépíteni, egy működő egészé összegyúrni azért nagy kihívás. Az egy nagy-nagy kihívás. Márk, azt olvastam rólad, hogy a Brownlee testvérek a példaképeid, ugye többek között Alistair, aki London és Rio olimpiai bajnoka, jól tudom? Jól olvastam? Igen, is. És őket azért szoktam megemlíteni, hát egyrészt, mert ugye én is az öcsémmel edzek együtt, ketten vagyunk, ők is együtt edzenek, ketten egymás segítik, másrészt azért meg, hát, mert mégiscsak mindkettőnek van már két olimpiai dobogós helyezése, úgyhogy ez hatalmas szó. Rajtuk kívül még meg szoktam említeni egy-két nevet, akik szimpatikus versenyző stílusra, de igazából aki oda tud érni a világ élmezőnyének a topjára, az mindenki megérdemli ugyanazt a tiszteletet. És hogy az egyik példaképedtől kaphatnál egyetlen egy szabadon választható tulajdonságot, ami benned mondjuk annyira nincs, mert akkor mi lenne az? Van ilyen? Hát, jó kérdés. Igazából nem ismerem személyesen például a Brownlee-kat, csak amennyire akárki más is megismerheti az alapján, ahogy versenyeznek, a versenystílus, ahogy interjú során beszélnek. Nem mondom, hogy olyan hatalmas nagy különbségek lennének, mégis én is, meg az öcsém is, meg ők is egyéni sportolók, élsportolók vagyunk mindannyian, úgyhogy nagyjából ugyanazokat a tulajdonságokat hordozzuk. Azon dolgozunk, hogy azt a tulajdonságot meg tudjam szerezni, hogy olyan brutális erővel tudjak végigmenni egy olimpiai távon, mint ahogy azt a Brownlee-ek csinálják például, hogy mindenütt ott vannak, és szétszedik a mezőn gyakorlatilag. Hát edzőként, édesapaként azt gondolom jó ezt hallani, ezt a maximalizmust, hogy brutálisan szét akarja magát tépni a versenyen. Igen, hát akkor gyakorlatilag, de egyébként ez valóban így van, hogy azon soha nem kell vitatkoznunk és veszekednünk, hogy most edzés van. Tehát ez egyértelmű. Tehát igazándiból nem hangzik az el soha, hogy miért kell ezt csinálni, vagy miért kell fölkelni reggel, vagy miért van 25 óra edzés egy héten, ami azért nem kevés terhelés. Tehát ilyen nincsen probléma soha. Úgyhogy én azt gondolom, maximalizmus megvan. A Brownlee testvérek olyan sportolói intelligenciát mutatnak minden téren valóban, hogy az szerintem is egy irigyésre méltó dolog. Tehát minden, az élet minden területén, tehát a magánéletükben, a környezetükben, a szűk társadalmukban, a sportolók között, a sportban, mindenben, és az azt gondolom, hogy az le a kalappal előttük, és valóban egy irigylésre méltó. Hát kívánjuk, hogy a Dévai László név után a Dévai Márk nevet is jól vésse az eszébe a közvélemény és a sportvilág. További sikereket kívánunk az Alba Triathlon ese valamennyi versenyzőjének, Márknak pedig az U23-as VB-hez és Tokióhoz, de hát addig még úgyis találkozunk és beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt már a Bajnokok Városa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.